Heles városában akar vegyi üzemet építeni a világ legnagyobb NMP gyártója, a BYN Chemical, illetve annak leányvállalata. A döntésről a Facebookon értesítette a település polgármestere Svejcár Sándor a lakosságot. A gyárépítés ellen sokan tiltakoznak. A sikeres Hevesért mozgalom szeptember 3-ára demonstrációt hirdetett a Hevesi Városháza elé. Az itt felszólalók közül elmondták többen, hogy az NMP nagyon veszélyes oldószer. A legnagyobb mennyiségben az akkumulátorgyárakban használják jelenleg. Nagyon toxikus, magzatkárosító hatása van, vetélést okozhat, termékenység csökkenés. Emellett egyéb apróságokra is hatással van, mint például okozhat májkárosodást, vesekárosodást, befolyásolhatja az immunrendszerünket és az idegrendszerünket is. Az NMP-t az Európai Bizottság 2018 áprilisa óta olyan anyagok közé sorolja, amelyek csak korlátozottan használhatók. Ez az az anyag, amit kimutattak a Gödi kutak vizében is. És a Greenpeace legutóbbi vizsgálata szerint ott volt a Gödi kommunális szennyvízben, onnan ömlött ki a szántóföldre. Az eseményen kiderült, hogy a lakosság tiltakozik a veszélyes vegyi üzem ellen, és amiatt is fel van háborodva, hogy a polgármester nem adott információkat, hogy vegyi üzem fog épülni a település határában. Nem gondolom, hogy a polgármester még most megjelenik, így állasztok, hogy ő is egy kicsit köztünk lehessen. Szerintem azok az emberek jöttek el, akik igazán aggódnak a jövőikért, hogy ebben a kisvárosban mindez, amit felépítettek, értéktelenné válik, hogy hamarosan el kell innen költözniük, hogy a munkájukat nem tudják úgy folytatni, ahogy eddig folytatták. Egy Facebook bejegyzésben lettünk arról ismertetve, hogy ez a gyár ideépül. Semmilyen lakossági fórum nem volt, senki nem kérdezett meg minket, hogy én ezt szeretnénk. 10 évvel ezelőtt, amikor ide költöztem, nem gondoltam, hogy itt fogok önök előtt állni, és felszólalni egy ilyen témában. Felszólalni azért, hogy ne egy veszélyes vegyüzem épüljön közvetlenül a városom határába. Nem fogadjuk el ezt az intézkedést, ami az életünket a megkérdezésünk nélkül teljesen fel fogja borítani. Nem fogadunk el a lakóházainktól 1 kilométerre épülő vegyüzemet. Eddig nagyon kis csoportoknak történt tájékoztatás, például a múlt héten egy 10-20 fős nyugdíjas klubnak adott külön tájékoztatót a polgármester úr, azt hiszem a mai nap folyamán külön a focistáknak adott külön tájékoztatót, tehát úgy valahogy a lakosokat nem igazán próbálják megkeresni. Hogy lehet elhinni bármit is ebben az országban úgy, hogy nem létezik környezetvédelmi minisztérium? Ugye egy ilyen üzem, teljesen mindegy, hogy ez akkumulátorgyár, vagy NMP, vagy bármilyen más ilyen vegyi üzem. Ezeknek az üzemeknek a költségvetése, a költsége, a gyakorlatilag a legnagyobb összeg ugye a biztonságra kell, hogy fordítsák. És éppen ebből adódóan ebben lehet a legtöbbet spórolni. Tehát, hogyha a biztonságra nem kell annyit költeni, mert nincs az a hatóság, nincs az a felügyelőszerv, amely majd méréseket végez, vagy van olyan, ami van, de az majd úgy mér, hogy nekünk jó legyen, akkor rengeteg pénzt meg lehet spórolni ezen. Ez az ember, aki itt ül ebben, hogy mit művel, az odafentről jövő utasításokat zok szó nélkül végrehajtja. Ezért ő hazug, és egy helytartó, és hazugnak, és helytartónak nincs helye a városvezetésen! Nem hagyhatjuk azt, kedves barátaim, hogy azt, amit a szüleink hét berejtéket visszadva, ezek a senkiházi trógerek helytartók tönkre tegyék! Nem hagyhatjuk, kedves barátaim! Nem hagyhatjuk! És nem is fogjuk hagyni! Csárdi képviselő úr személyesen volt itt júliusban, tehát már a választások után, és személyesen a szemébe hazudta azt, hogy nem épül itt NMP-gyár. Szemtől szembe mondja meg, hogy mit terveznek az akkor már a sajtóban felreppenő NMP gyártósorral kapcsolatban. A szemembe mondta, nem lesz NMP-gyár,
hiszünk abban, hogy a folyamatos nyomás, az, hogy nem hagyjuk, hogy elfáradjunk, az, hogy folyamatosan tűzben tartjuk az embereket, mert el tudjuk velük hitetni azt, hogy valóban célt érhetünk el, de csak akkor, hogyha nem hagyjuk magunkat kifárasztani és elfárasztani, ők hamarabb fognak elfáradni, mint mi, ebben biztos vagyok, mert mi itt vagyunk, mi összefogjuk ezt a tömeget, összefogjuk a várost, biztatjuk őket, és egy picit bárki elgyengül vagy elfárad, akkor azt felsegítjük, és azt mondjuk, hogy tovább kell mennünk, bármennyire fáradtak is vagyunk.